Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Adjon Isten jó napot! Ma 2019. február 28-a van, és csütörtököt írunk. És láthatjuk, hogy ma gyönyörű gyalogtúrán fogunk részt venni. Lényeg a lényeg, hogy Magyaróska regécke, jaj, de nagyon szegényke. Kenyere is kevéske, csak egy kicsi lepényke. Hogy a mai túránkat regécről kezdtük, ahogy lehetett látni a regéci várat is a képek elején. Ez a köszöngetés pedig az volt, hogy itt körülöttem ébred a természet. Mára az időjósok nagyon jó időt jósoltak, úgyhogy egy kis túrát be kell ma iktatni feltétlenül. A madarak elkezdtek csicseregni, a hó elkezdett olvadni, nap süt, szél, fúj, mi bajunk lehet. Úgyhogy a mai túránk ez itt szokás szerint a Zempléni hegységben fog játszódni. Sajnos eljutottam arra a szintre, hogy már majdnem minden turista utat bejártam itt, úgyhogy egy kis ismétlés következik. Tehát a mai túra azt lehetne gerinctúrának is nevezni, mert egy nagy kört fogok leírni. Regécről indultam a Piros Rákóczi turista jelzésen, illetve az Erzsébet úton megyek Fehérkúti vadászházhoz, onnan átmegyek Amadévárhoz, Pálos Kolostor, Potácsház, Potácsháznál 60-asi úton fölmegyek a zöld jelzésre, ahol van a Reszeltbérc, Hemzsőbérc, Bohórét, ott eljövök, múltkor rosszul mondtam, az nem Kavicsbánya rét, mert az odébb van, hanem na mindegy, majd lehet, hogy a Kavicsbánya réten fogunk leereszkedni a zöldjelzésen vissza Regécre. Na, Bekecskert, azt akartam mondani, na, ott, valahol ott fogunk. Na mindegy, meglátjuk, menjünk aztán, haladjunk, mert mi van. Láthatjuk, hiába ébred a természet, de itt az árnyékosabb részeken azért a hó még nem nagyon olvad. Nagyon jeges, vigyázni kell. Hát ha valaki ilyen helyre merészkedik, inkább jöjjön be ebbe a hóba. Érdekes, most ezzel a 105 kilommal alig süppedek be. Hát ez a hó is itt kókemény. Na mindegy. Lényeg a lényeg, hogy itt vagyunk, túrázunk. Ma egyedül jöttem túrázni László barátomnak. Nem volt ma szabad ideje, illetve más irányú elfoglaltság miatt nem tudott jönni velem. Nem baj, jövő héten bepótoljuk. Akkor neki is megmutatom, hogy hol vagyunk. Na, még csak most vennétek fel a kabátot, illetve a cipőt, nem kell túlöltözni. Hoppá, egész jó idő van. Süt a napocska szépen, nekem már melegen van. Ez köszönhető annak is, hogy a Szárkő felé vezető úton kicsit olyan meredekebb a turista út, és megizzadtam. Na, evezhetünk tovább. Itt haladunk a Nagy Szárkő mellett, az ott van abban az irányban Zemplén 700-as csúcsai. A piros jelzésen vagyunk, ahogy már említettem, ez a Rákóczi turista út, és itt mellettünk található valahol a Bánhegy, az is Zemplén 700-as csúcsai, és elvileg valahol itt volt még egész régen egy földvár is. Én azt nem találtam meg a múltkor sem. Valószínűleg már romjai sincsenek, összeakad a nyelvem, mint a lábam. Na mindegy, most haladunk, hová is? Fehérkúti vadászház irányába, medvemarás irányába, de nem fogunk lemenni a Fehérkúti vadászházhoz, hanem előtte egy szigorú jobb kettővel be fogunk kanyarodni Rivnyák tanya irányába, de Rivnyák tanyára sem fogunk elmenni, hanem azon az úton fogunk elmenni a Cicés rét felé. És onnan fogunk tovább menni, egy úttal följebb, mint a múltkori videóban, Amadévárhoz. Vagy 2 éve körülbelül erre kerékpároztunk László barátommal. Itt szállt le a kerékpárról, azzal a címszóval, hogy olyan szép a táj, hogy ezt meg kell nézni. Hát itt föltekerni elég gázos. Na mindegy. Megyünk. Egy kicsit már elkezdett fújni a szél, úgyhogy
stabilizátort fogja fújni. Az elektronikus gimbalt még nem merem kihozni. Nincs még az a nagy meleg, nehogy valami baja legyen. De majd a közeljövőben reméljük, hogy azzal is tudok majd készíteni egy pár felvételt. Sőt, azzal lenne az igazi. Na mindegy, nézzünk szét. Láthatjuk, hogy megindult az olvadás és a fagyás. Itt mellettünk kitűnő terep jégkorcsolya pálya van, szép farakással szegélyezve. Hát itt nagyon kell vigyázni, nehogy itt véletlenül elessünk, vagy bármi bajunk történjen. A titkos hely című videóban innen jöttünk fölfelé a múltkorában, körülbelül 2 hete László barátommal. Ennek a résznek a neve az, hogy Lapuhas. Itt már egész jó az idő, és nincs is sár, hanem ilyen köves trutyó van, vagy valami. Igen, innen a kilátás valahogy. Hát ennyi. Az idefelé vezető utam, főleg ez a része, nagyon-nagyon jeges, vigyázni kell. Ha valaki arra adná a fejét, hogy eljön, akkor igencsak vigyázzon, mert elcsúszhat könnyedén. Mi pedig megyünk tovább Medvemarás, illetve Fehérkúti vadászház irányába, de egyiket sem fogjuk ma érinteni, hanem egy erdészeti úton fogunk jobbra kanyarodni. Hát ezzel egy kis emelkedőt is megúszunk, meg a másik dolog az, múltkor voltunk 2 hete Sólyomkő felé, ott a Fehérkúti vadászházát. Azóta sok minden nem változott. Vagy esetleg, ha már lesznek zöld levelek a fákon, akkor elmegyünk arra is. Na mindegy, így taposok, hogy is jövünk. Remélem, ti is jöztök. Meg is érkeztünk arra a helyre, ahol a piros jelzés elfordul Medvemarás és Fehérkúti vadászház irányába. Hát egy kicsit most sötétebb a kép. Kézzel állítom az íriszt is úgy, hogy nem automatán használom. Na mindegy. Hát itt előttünk valahol ott lent Fehérkúti vadászház, mi pedig elfordulunk erre felé. Ide is a fára ki van írva, hogy emlékmű. De erre is el lehet menni az emlékmű felé. Emlékműhöz most nem fogok ellátogatni, majd valamikor. Olyan kicsikét olyan nyomasztó az a hely. Olyan, mintha egy horrorfilmben járnánk. Főleg akkor, amikor ködben van Borsóhegy, és a köd úszkál a fák között. Én már voltam ott olyan időben, hát félelmetes. Pedig én nem félek. Na mindegy, megyünk egy Cicésrét felé. Ezt a kassai repülőteret én be fogom záratni rövid időn belül. Olyan alacsonyan repülnek itt a repülőgépek, hogy a sapkát most is levitte a fejemről. Még az hiányozzon, hogy megfázzak. Ennyi. Múltkor is úgy kopogtattam be a repülőgép alján, hogy húzzák már be ugyan a futóművet. Levitte itt a fenyőfáknak a tetejét látni is. Itt a közepén. Na mindegy, így haladunk tovább. Úgy hallom, valami autó is közeleg. Na mindegy, menjünk. És nem történik semmi, útminősége jó, időjárás jó. Itt már egy cseppecskét jobban fú a szél, mint ahogy lent fújt. És mellettünk egy jó fenyves.
ebből az irányból jövök, onnan a piros turistajelzésről, és valahol itt lent, ha keresztül látnánk a fákon, egész ott lenne, jóval lejjebb, Rivnyák tanya. Én egy videóban, a Rivnyák tanya című videóban innen jöttem valamelyik éven, talán tavaly, volt is abban az irányban egy traktor, és erre folytatom utam tovább, egyenesen. Hé, egy griffmadár. Hogy került ide? Ne beszélj bele nekem itt a felvételbe. Ott is. Nézd, ezek csak belepofáznak. Abba egy járját, öcsém. Na mindegy. Én erre megyek tovább, és a cicis rét sarkán fogok kiukadni. Nem tudom, hogy mennyire látni, de ott a fán van egy ősi piros jelzés. Jó felé jövök, mert László barátom megajándékozott engem egy 1989-90-es Zemplén turista térképpel, egy északi résszel és egy déli résszel. Na azon a micsodán térképen volt jelezve erre ez a piros turista út. Úgyhogy most egy kicsit ilyen retro turista út szemle következik óvatosba. Jó az a térkép, még a sólyomkő tetejére a zöld háromszögjelzés vezette föl az embereket, Borsóhegyre pedig a zöld jelzés. Hát majd egyszer megmutatom, ha azt fogom elhozni véletlenségbe. Elgondoltam én ezt az utat, azt hittem, hogy a cicés rétnél fogok kiukadni, de már följebb lyukadtam itt ki. Mert a piros jelzés innen szemből a kerítés mellől jön ide fölfelé, és itt jobbra folytatódik. Mi a múltkor László barátommal egy úttal lejjebb, tehát ami itt van a fák mögött, út arra felé, azzal párhuzamosan mentünk a Soltészkút irányába, most pedig itt bemegyek a sötétségbe, mielőtt adok rá egy kis fényt a felvételre. Hát itt is vagyunk bent a fenyvesben. Nagyon jó menni ezen a tűlevél szőnyegen, ami itt van elhullajtva alattunk. Ezt mindenkinek tudom ajánlani. Múltkorában itt ezen a környéken láttuk valahol azt a szarvas csordát, pontosabban a nem megfelelő minőségű vas csordát. Nem tudom, hogy ezt a fenyvest mikor fogják kivágni, mert most mindenhonnan kitermelik a fenyőfákat, úgy vettem észre. Nem tudom, miért nem vagyok erdész. Biztos megvan az oka. Aki tudja, az ossza meg. Mellettünk egy erdei étterem látható, nem Michelin csillagos, hanem Jäger csillagos. És jó szokás szerint itt van vele szemben a vadászles is, ami egy kicsit most olyan megmihálylódott állapotában áll. Hát egy kicsit úgy. De tudom, miért áll ilyen ferdén, majd a szél kifújja egyenesre. Na, itt mehetünk tovább, most már ismerős lehet ez a terep, hiszen a Arte 50 teljesítmény túrán tapostuk erre az utat, az is erre vezet. Azzal a különbséggel, hogy akkor nem volt hó, most pedig van, de nem is kevés. Csak el ne essek. Na, hoppá! Kíváncsi vagyok, hogy most találkozunk ki azokkal a szarvasokkal, vagy nem. Persze úgy tisztes távolságból, nem úgy, hogy most így gyorsan kiugrik az erdőből, aztán ráakasztom a hátizsákom. Velünk szemben ott a távolban a Borsóhegy található, annak a tetején zuhant le a repülőgép, és ott van az emlékmű is, illetve ott van katonáknak az emlékhelyük.
turistautat egy kicsikét elhagytam, kijöttem erre a nagy sziklára, ami itt van, és innen már kezd egy picike kilátás lenni északkelet irányába, én már látom is a Füzéri várat és a Kányahegyi tornyot, katonai tornyot, vagy valami olyasfélét, és ez van itt mellettünk. Érdekes, nyáron ez föl sem tűnik, mert ahogy mondani szoktam, nem a fától nem látjuk az erdőt, hanem a falevéltől. A szél itt már egyre jobban fúj, nem tudom, a mikrofonba belefúj é vagy nem, de nem baj. Legalább nem fogunk ma leizzadni. Na, meg is érkeztünk ide a turista ösvényre. Olyan, azért vigyázzunk, mert itt még egy-két helyen van jég, nehogy elcsúszunk, vagy valami olyasfélét csináljunk. Hát itt vagyunk a Piros Rákóczi úton és a Szent Erzsébet úton, és múltkor László barátommal mi ott lent, az egyen lentebbi úton mentünk a Soltészk út felé. Most pedig itt haladunk tovább, Amadé váron felé. Remélem nem fáradtatok el, most már össze lehet húzni egy kicsit a kabátot, mert fúj a szél. Különböző útakadályokba ütközhetünk, ahogy láthatjuk. Hú, de zsír a kilátás, azt a betyárját! Hú, az már a Szlovákia szerintem. Aha, mi az ott, Kenyhec, vagy nem tudom. Totál zsír a kilátás, mert innen látni még a Magas-Tátrát is. Valahol ott van, azon a részen a Magas-Tátra, alattunk egy tó. Hát sajnos én nem tudom most megmutatni, mert nem hoztam magammal objektívet, olyan nagyot, ami egész odáig ellátna. Tehát egy 10-16-os, nem 10-18-as objektív van nálam. Hát, na, amúgy se lehetne látni sok mindent, ha ráközelítenék, mert elég párás az idő. Még egy kicsit visszatérve a Tátrára, eszembe jutott egy népdal, Alomnici hegytetőn integet a szeretőm. Tátra térképet lobogtat, engem azzal hívogat. Hát majd, hogyha egy kicsit jobb idő lesz, meg elolvadt a hó, akkor talán kinézek oda. Vagy László barátommal biztos, ami biztos. Ő beszél szlovák, én nem beszél szlovák. De jó nyugika van. A csendet egy-két motor fűrész hangja töri meg. Azon kívül csak madárcsicsergést hallani. Milyen érdekes ennek a fának ez a kinövés ez. Nem tudom, valami sérülés lehetett rajta, vagy betegség. Nem tudom. Ott vagyok én is. Lassan megérkezünk az Amadé várhoz. Láthatjuk, hogy itt is olyan sziklák vannak, mint a
Zemplénben, más helyeken, és itt is olyan rétegesek. Ezt meg tudom magyarázni, hogy mitől ilyen réteges. Hasonlít a soros laskára. Az meg van kenve zsírral, és úgy van összehajtogatva. Akkor valószínűleg ez is olyan, ez a kő, hogy meg lett kenve zsírral, és össze lett hajtogatva. Hát van itt még egy jó pár ilyen kiugrás. Ez még lentről is biztos szék, majd egyszer visszajövünk László barátommal is. Lentről fogjuk ezt megnézni, ezt az Amadévárat. Most pedig mászunk visszafelé magához, Aromhoz. Vagy Ram, nem is tudom, ha már ilyen számítógépes ez a vár. Még mindig itt vagyunk a vár közelében ezeknél a szikláknál. Hát aki teheti, nyugodtan jöjjön el. Ezen az útvonalon is eljöhet, amelyiken én jövök most, vagy leparkol Hejcén, ott, ahol mi is szoktunk, a piros nézet turista jelzés kiinduló pontjánál, aztán fölsétál szigorúan a piros nézet és a vadászháznál a piros turista jelzésen. És akkor láthat ilyen köveket. Hát sokan mondják, hogy szép ez a Zemplén, meg olyan érintetlen. Én ezt csak megerősíteni tudom. Nekem ez nagyon tetszik. És remélem majd, amikor lejárok, mint a mosógép, akkor majd ilyen helyen fogok utoljára túrázni, vagy létezni, aztán majd ilyen helyről költözöm át amoda. Bár nekem még nem a B oldal forog, hiába már a 44. évemet taposom. Itt ugye 120 évre vagyunk teremtve, úgyhogy még a B oldalig van egy kis idő. Hopp, itt már van is egy romjelzés. Még jó, hogy nem ba vár ez, és akkor ez nem várom lenne, hanem ba rom. És egy kicsikét lejöttem ide a vár tövébe, sziklák tövébe megnézni innen, hogy mi a pálya. Hát ott szemben arra is jó lenne egy kicsikét kiülni és szalonázni. Na de mindegy. Úgy látom, ez a várépítkezés itt nem nagyon halad. Amint említettem, munkaerőhiány van, nem találni mestert. Na de akkor én aludtam erre egy-két éjszakát, és úgy döntöttem, hogy akkor meghagyom ilyen romosnak. És lehet, hogy még fogok robbantani rajta, hogy még romosabb legyen. Mindjárt be is megyünk itt a konyhán keresztül. Nem tudom, van-e itthon valaki. Abba Amádéjé volt a vár, úgyhogy egy kis abált szalonát lehet, hogy találunk itt. Megnézzük, hogy mi a pálya. Berakták-e a szagelszívót és a pára elszívót. Jaj, de jó idő van itt, Istenem. Hála Istennek, hogy ma el tudtam jönni túrázni. Mindjárt benézünk oda a konyhába. Na, itt is vagyunk. Nem az ablakon jövök be. Hú, de jó fajta laposkő. László barátomnak ez jó lenne. De úgy az erdőből nem viszünk haza semmit. Csak az élményeket. Hoppá. Ez a volt a valamikori konyha. És úgy látom, megvan még a tűzhely is. Megnézzük, hogy mi a pálya ott. Nézzük, csak egy kicsit eljövünk erre. Én mennem már egész jó lesz a kilátásunk is. Annyira még nem jó, de lefelé, hú, de meredek. Meredekebb, mint 4 éve. Na. Aha. És majd a nappaliba is át fogunk szaladni, ami ott van a másik sziklán. Hát itt közben meg a folyosó volt, dolgozószoba, stb. Mindjárt
benézünk, hogy mi újság van itt, és lehet, hogy meg is kellene ebédelnünk. Láthatjuk, hogy itt valaki már tüzet rakott, és be is van készítve egy kis tűzifa. Gondolom, itt elaludtak. Kitűnő hely. Aludni, enni, inni, és bármi mást is lehet csinálni. Kivéve kosárlabda mérkőzést játszani. A szakácsné pedig innen figyelte, hogy mikor hozzák fölfelé a nyersanyagot, amit, hát ugye ő nem lopta el. Hiába szakácsné volt. Ő is ide fönt lakott. És még egy érdekességet szeretnék megmutatni, hogy a macskák hol közlekedtek. A macska mindig itt jött be, mert ugye mint minden várban itt is volt rengeteg egér, hát azt pedig csak a cirmos tudta megfogni. Úgy látom, ez sem májí téglából van építve. Na mindegy, együnk valamit. Nézzük, hogy mi a mai ebéd. Amint láthatjuk, jó házi füstölt szalona, kenyérkével megmaradt szalonabőr, és itt van mellettünk egy sárga alma. Beszélgettem vele, hogy miért ilyen sárga, de azt mondja, hogy sárga az irigységtől, egy szép piros almára irigy. Mondom, hát ezen nem tudunk változtatni, csak annyit, hogy megeszem, aztán eszek egy piros almát is, és láthatjuk, hogy itt a katonák védik a várat. Így szépen sorban. Itt van a parancsnokság, illetve az ellátóközpont, és ha elnézünk erre, itt is láthatjuk, hogy ott vannak a katonák végig egészen, még ott is van katona. Hát röviden így fogyasztom az ebédem itt a konyhában. Nem akartam amott a nappaliban enni, de mégsem orzsázuk össze a szőnyeget. Megvolt az ebédünk itt a konyhában, és ebéd után egy kicsikét lenézünk innen, hát eléggé meredek itt mindenfajta szikla képződmény. És ha minden igaz, mi nem sokára, egy pár óra múlva, valahol ott a szembe lévő hegyeken fogunk gurigázni. De előtte még itt le kell mennünk vissza a jelzésre, és úgy fogunk tovább haladni Potácsház irányába. Hogy most a Pálos Kolostor felé elmegyek-e vagy nem, azt még nem tudom. Lehet, hogy inkább az erdészeti utat választom, ami egyenesen a Potácsházhoz vezet. Na mindegy. Hát nézzünk szét. Ilyen az Amadévárból, a konyhából a kilátás. Gondolom ez örök panorámás, nem nagyon fogják itt beépíteni a dolgokat. Meg is érkeztünk ide a nappaliba. Most a cipőt azt nem fogom levenni, mondjuk úgy is én takarítom. De ha eljöztök, ti se vegyétek le. Hajd a szél lefújja. Na, és vajon milyen lehet innen a kilátás? Biztos szép. Mindjárt meg is nézzük. Ho-ho, ez zsír. És még én is itt vagyok, igaz, hogy csak árnyéka önmagamnak, de nem baj. Lényeg a lényeg, hogy beebédeltem, de úgy, hogy nagyon. Totál jól laktam, úgyhogy most menni nem bírok. Lehet, hogy ledőlök ide is, kiolvasom az éjszakot. Ki tudja. Na, mindjárt megnézzük a kilátást is, hogy milyen. Hát ez így jól adja elő. Úgy látom. Ott a távolban, valahol itt a hegy mögött, vagy valahol ott van Telki bánya, és ahogy már említettem az előbb, pár óra múlva én már szeretnék ott a szemben lévő hegygerincén mászkálni ezerrel a Reszeltbérc, Hemzsőbérc, Bohóhegy környékén, és úgy leereszkedni vissza Regécre. Na, ha egy kicsikét lefelé nézünk a völgybe, akkor láthatjuk, illetve hallhatjuk, hogy a Gönci patak hogy folyik. Vagy éppen nem halljuk. Az is lehet. Én múltkor László barátommal valahol ott lent karistoltunk, amikor is megkerestük azt a titkos helyet, ami azon a részen van valahol. De utána rájöttem, otthon egyszerűbb, hogyha a völgyből mászunk fölfelé. Na mindegy, szerintem a múltkor mi azon a részen ücsörögtünk ott valahol,
Hát így, ilyen kilátáson. Tehát ott lent a Gönci patak folyik, annak a völgyén föl lehet menni egész Lapuhas és Fehérkúti vadászházhoz is el lehet jutni. Illetve ha balra fordulunk, akkor Regéc, ha jobbra, akkor pedig Hejce következik. Hát így vagyunk itt. Ebéd utáni jó hely. Még egy érdekességet elmondok, még annak idején, legénykoromban, én olyan jót aludtam ezen a sziklán, olyan kicsike, olyan az a 10 perces alvás, de olyan mélyen aludtam, hogy még a nyálam is folyt. Hát itt nyáron jó időben, nem kell leteríteni semmit, jó meleg ez a kő, hanyat vághatja magát bárki, és akkor mehet is a szundi. Na, még egy utolsó, nem utolsó, a mai nap utolsó kilátása az Amadévárból, aztán Guriga tovább. Ha Amadévár és gyalogtúra, akkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy itt található egy geoláda. Igaz, hogy virtuális, de akkor is van. És pedig talán pont ezen a beton oszlopon van a jelszó. Valamit föl kell írni, azt már nem tudom, mert én egész régen találtam meg. Ronald Reagan. Talán ezen van. Na mindegy. Kilátásunk ilyen, belátásunk a völgyre pedig zsír. Hát akkor haladjunk is tovább, ne lopjuk a napot, hagy süssön. Valaki szeretne eljönni Amadévárhoz, megteheti, akár autóval is begurulhat a potácsházig, onnan pedig a piros jelzést kell követnie. Ha valaki fölmegy a Borsóhegyre, megnézni az emlékművet, onnan már csak egy pár kilométer kiugorhat ide is szétnézni. Aztán ugyanígy a piroson visszamehet. Vagy akár a Holdról is eljöhet valaki, ha éppen ott járkál kell. Na, mehetünk. És még megnézzük innen lentről is a nappalit. Ó, egész korszerű. Onnan föntről ereszkedtünk le, ide a piros jelzésre, és azt szeretném megmutatni, hogy múltkor László barátommal mi itt mentünk tovább egyenesen a kerítés mellett a titkos helyre. Tehát ha valaki szeretne elmenni a titkos helyre, ne menjen föl a várba, hanem itt egyenesen mehet is tovább. Lassan megérkezünk vissza arra az erdészeti útra, amelyiken tovább fogunk haladni. Értelmes mondat volt. De ez azaz az út, amelyiken a múltkor jöttünk a Soltészkútról. De ahhoz még egy kicsit lejjebb kell menni. Hát eléggé meredek itt leereszkedni. Az a szerencsénk, hogy már nincs hó. És elég száraz a talaj, így nem csúszkálunk annyira. Szerintem lefelé is van olyan nehéz jönni, mint fölfelé. Na mindegy, Arte 50 teljesítmény túrán is itt szoktunk leereszkedni, bár én még csak egyszer voltam, mert csak egyszer engedte az időm, de attól függetlenül már többször jártam ezen a részen. Sőt, volt, hogy kerékpárral itt toltam föl a biciklimet, persze ez még valamikor az 1990-es évek második felében történt meg. Láthatjuk az útbaigazító táblán a távolságokat. Mi most nem megyünk se Telkibányára, se Füzérre, hanem ezen az úton, amit már a múltkor is tapostunk, ezen fogok elmenni egész a potácsházig. Piros jelzésbe most be nem csatlakozok, eszembe sem jut elmenni a Pálos Kolostor felé. Úgy is csak átmennék rajta, oda meg úgy érdemes elmenni, hogyha egy kicsit több időt eltöltünk ott, és kinézelődjük magunkat. Majd oda valamikor visszatérünk. Majd.
piros jelzésre itt kell letérnünk ennél az erdei pihenőnél. Én most ezt nem teszem meg. Ahogy mondtam, itt tovább megyünk ezen a jófajta köves erdészeti úton. Ugyanúgy a patácsházhoz fogunk kilukadni. Jövök ezen az úton, elmélkedve, lemerülve teljesen önmagamba, és arra jöttem rá, hogy nem csak az ebéd utáni süteményem volt dupla csokis, most már a gatyám is csokis. Egy hatalmas nagy szarvasbika úgy megugrott itt a hegyoldalban, hogy egyből eleresztettek a záróizmaim. Hát nem tudom, hogy most csak a levegő vagy valami szilárdabb anyag is kijött, de eléggé megijedtem. Tehát ott tartottam, hogy megugrott egy szarvas, és összecsokiztam a gatyámat, csak közben lemerült az akkumulátor. Érdekes, ez a szerkezet kiírta, hogy cseréljen akkumulátort és gatyát. Na, mindegy, így haladok tovább, most már egy kicsit éberebben, ha véletlenül megint megijesztene egy állat, akkor annyira ne féljek. Nem azért, mintha félnék, hát van nálam kés. Igaz, most nem hoztam magammal puskint, de legközelebb hozok, és ráolvasok. És itt mellettünk ilyen mély völgy húzódik. Ha a piros jelzésen mentünk volna, akkor a szembe lévő hegy alján a patak mellett mennénk valahol, de ott már olyan sokszor mentünk, itt pedig még olyan kevésszer. Kőfolyások szegélyezik utunkat. Ha itt elnézünk, láthatjuk, hogy hogyan épül föl az Empléni hegység. Itt inkább ilyen homokosabb. Jó, persze ezt nem így nevezik, de én nem értek hozzá. Nem is nagyon érdekel, csak így a látvány miatt mutatom meg. Aki tudja, hogy ezt hogy hívják, ezt a kőzetet, akkor az nyugodtan írja meg. És láthatjuk, hogy folyamatosan jön föntről az anyag. Mégis ez olyan, mint egy orfolyás nátha, illetve megfázás idején. Jé, csoda! Emberekkel találkozni fogok. Jól látok? Jön három turista. Azt a kutyafáját. Ebből az irányból siettem, kicsit kocogtam itt lefelé, és megérkeztünk abba az útelágazásba, ahol is a múltkori videóban jártunk, mert ezen az úton, ha itt tovább mennénk egyenesen fölfelé, déli irányba, akkor eljutnánk Lapuhas, satöbbi, arra a helyre, ahol a múltkor a titkos helyről leereszkedtünk. Itt van mellettünk a Gönci patak, tehát itt ez a Gönci pataknak a völgyében tudnánk fölmenni. Ha most itt egyenesen tovább megyünk, amit most meg is teszünk, akkor pedig el fogunk érkezni a potácsházhoz. De lehet, hogy nem érkezünk el a potácsházhoz, mert nekünk a zöld négyzeten
el kell kanyarodnunk jobbra, hogy a 60-as nyeregbe föl tudjunk kapaszkodni, mert onnan fogunk becsatlakozni a zöld jelzésbe. Telki bányára lemehetnénk meginni egy sert, de én a kocsmában nem iszok sert, a bolt pedig gondolom már be van zárva. Ennek a Gönci pataknak a vize lehetne úgy is mondani, hogy kristálytiszta. Hát én mindig is csodálkoztam, hogy hogy lehet ilyen tiszta egy pataknak a vize. Főleg ott a potácsháznál, amikor megyünk fölfelé Pálos Kolostorhoz, ott lehet megfigyelni. Hogy hogy került ide ez a műanyaglavor, azt nem tudom. Lehet, hogy ettől ilyen tiszta ez a patak? Nem tudom. Megérkeztünk ide az előbb említett zöld négyzetjelzéshez, és ezen az úton fogunk itt tovább haladni. Ha elmennénk egyenesbe, arra felé, ott lenne a potácsház, hát arra most nem megyünk el semmiféleképpen, mert nincs ott semmi keresnivalónk, ezért jövünk erre felé. De előbb megnézem, hogy mi ez az őrületes cefreszag. Fú, de büdös van itt. Mi ez? Állatoknak kiraktak valami? Mi a... Hőj! Azt a betyárját! Hát ha ezt kifőznénk gyorsan... Jó, hát van itt cukorrépa is. Aha, akkor ez az állatoknak van. De jó, hogy nem főznek belőle pálinkát. Na, haladunk tovább 60-as nyerek felé, ezen a zöld négyzetjelzésen. Ezen a jelzésen én már jártam, az egyik videóban megmutattam ezt az utat, amelyik kerékpárral volt végrehajtva. Az a videó, hát nem a videó volt végrehajtva, hanem a túra. Na mindegy, biciklivel itt jöttem, és mentem a régi vasút vonalán. Hát így óvatosba, így mókázok itt. Van nagy dolgok, nem történnek, állatokkal nem találkozom most senkivel, semmivel. Úgyhogy előbb három turistával találkoztam, két-kettő idősebb hölgyel és egy idősebb úrral. Innen, ebből az irányból jövök, majdnem a potácsháztól, a Gönci pataktól, és ilyen szép, még megmaradt fenyves erdő tövében megyek tovább. Úgy látom, ezt a fenyvest már kicsipkészte a bükk. Ez az út alig észrevehetően, de emelkedik. Végül is igen, föl kell menni a 60-as nyerekbe, Telki bánya felől sem olyan egyenes fölmenni, onnan is van emelkedő. Egész odáig, de onnan még a zöld jelzésen fölmenni reszelt bércre, hát az még egy kicsikét odébb van, és egy cseppecskét még nehezebb is lesz. Na mindegy, hát így vagyunk ezen a túrán. Remélem nem fáradtatok el, és jöztök. Ha valaki elfáradt, csak nyugodtan üljön le a monitor elé, aztán bármikor becsatlakozhat. De 2 hét múlva népek tavasz a teljesítménytúra a bükkben. Azért azt ne felejtsétek. Láthatjuk, hogy itt már teljesen másfajta kőzetből épül föl a hegy. Hát nem az a poros, omlós, mint amit az előbb mutattam, hanem itt már az az igazi kő, úgy, ahogy kell, ahogy elő van írva. Mellettünk egy picike patak csörgedezik, hát épp hogy. De érdekes, ennek nincs olyan szép tiszta vize, mint a Gönci pataknak. De nincs is olyan a vízhozama, lehet, hogy azért. Ott van lent, mindjárt megnézzük. Ottni. Na mindegy, én haladok tovább abba az irányba, a 60-as nyerekbe. Nem tudom mennyire látni, de odafent vannak szarvasok. Ott van egy komplett szarvas csorda. És látom, ott van velük együtt a bika is. És lehet hallani, hogy itt vonulnak. Fölöttünk lezsír. Azta! Hú, gyertek a tepsibe! Hú, mennyi szarvas! Öcsém! Vannak itt kisebbek, nagyobbak.
Hát most ezt a vonulást megvárjuk, amíg elmennek. Nem akarok én itt közéjük keveredni. Véletlenül még felszarvaznak. Nem tudom, mennyire hallani, hogy vonulnak. Na mindegy. Reggel még kezemben volt a puskin is. Aj, de hülye vagyok, hogy nem hoztam, pedig lőhettem volna egyet. Mindegy, legközelebb hozom. Hát érdekes. Szarvasban gazdag túrán vagyok. Reggel, ahogy elindultam, rögtön láttam egy baglyot. Most pedig szarvasokat. Már elvonultak. Nem tudom, hogy például az imént látott szarvasbikának kötélből vannak-e az idegei, de minden elismerésem. Ennyi nővel hogy lehet bírni, nem tudom, amikor néha még egyel is alig. Na, haladunk tovább fölfelé a 60-as nyeregbe, reméljük már nem sokára meg is érkezünk. Úgy látom és úgy emlékszem, hogy végre megérkezünk ide a 60-as nyeregbe. Éppen ideje. Már kezdtem egy kicsit elkámpicsorodni. Na mindegy. Jaj. De jó. Jó volt ez a kaptató így. Nagy hirtelen. Itt egy rövid időre meg kellene pihennünk. De csak úgy az íze kedvéért. Itt van az zöldjelzés, amelyik Telki banyáról jön fölfelé. Az ebből az irányból jön. Ott szemből. És egy pár éve tavaly, vagy tavaly előtt, amikor a kerékpárommal jártam be ezt az utat, én itt mentem egyenesen tovább a régi vasút nyomvonalán. Hát akkor elképzelhető, hogy régen itt velünk szemben haladt a kis vasút. De sajnos már nincs meg. Pedig jó lenne, ha meg lenne. Nézzük csak, mi van itt. Bíróhegy. 519, kőkapu. Kiskerek, egy bizsóka, potács, ház, gönc. Na, én innen jöttem a zöld négyzetből. Nézzük már itt, milyen jelzések vannak. Bóhóhegy, 733 méter, Gyertyán kúti rét. Haha, hát akkor nekünk itt ezen a zöld jelzésen kell tovább mennünk, de előtte egy kis pihenő következik ezeken a bukfákon. Most van 12 óra 52 perc, még előttünk van körülbelül 12 kilométer. Úgyhogy jó lenne, ha olyan 4-5-re megérkeznénk Regécre. Most egy érdekességet szeretnék mutatni. Láthatjuk, hogy ez a tábla fejjel lefelé van ide rakva. Na de miért? Semmi különös nincs, nem rontotta el senki. Az a lényeg, hogy erről a tábláról lekopott a festék, mert erre a táblára volt kiírva, hogy mi, merre, hány kilométer. Csak ugye lekopott a festék. Hú, itt még azt írja, álljunk csak meg, Magastér, Bohóhegy, Regéc, 14 kilométer, aj. Van még utunk. Hát akkor csapjuk. Abba az irányba fogunk tovább menni, de most már nem tökölni fogok, hanem menni ezerrel, hogy még sötétedés előtt visszaérjek Regécre. Aki járt már erre, ezen a zöldjelzésen a 60-as nyerektől Reszeldbérc irányába, az tudja, hogy milyen jó emelkedős. Hú, hát na, jaj, cseppecskét úgy jobban megvisel most. Azt a kutya fülét. Szél is fúj, elfújja. Stabilizátorom. Na mindegy, így haladok fölfelé. Mellettünk pedig egy ilyen erdőírtás szerűség. De lehet, hogy csak a szél döntötte ki a fákat. Sőt, mi több, igen, mert látni azokat a földtányérokat, amelyek kifordultak. Húha! Na hát ez egészen ilyen emelkedős lesz a Reszeldbérci. Jó, de én nem megyek ki. De amíg fölérünk a gerincre, addig jó lihegős. Ebből az irányból jövök valahonnan, és mindjárt megmutatom, hogy hová kellene fölkapaszkodnunk egész oda képernyő közepére. Hát, húha, jó kemény tészta, jól kiszáradt a napon. Na mindegy,
szél is jobban fúj most. Napocska elbújt egy csöppecskét, de rendületlenül evezünk fölfelé. Nem állhat utunkba senki és semmi. Ezen a jófajta emelkedőn jutottam el ebbe a kereszteződésbe, és innen fogom folytatni utam tovább egyenesen a zöldjelzésen, arra fölfelé. Mai túrán szerintem ez lesz a legnagyobb emelkedő, a legszivacsabb emelkedő. De hogyha már följutottam Reszelt Bérchez, vagyis a tövéhez, akkor már szinte csak lefelé kell haladnom. Vízem sajnos fogytán van, körülbelül egy fél liter, ha lehet még. Elbaltáztam, nem tettem be többet, pedig akárhányszor erre a vidékre jövök, erre a zöld jelzésre, mindig bajban vagyok a folyadékkal. Hát most is így vagyok, de nem baj, legfeljebb nem iszom semmit. Van még két almám, még abból is tudok inni valamennyit. De van nálam egy deci unikum is, azt nem lehet meginni, mert nekem még haza kell vezetnem Encsre. Regécen parkolok. Ebből az irányból jövök fölfelé, mellettünk egy szép mély völgy található, és ennek a völgynek is, mint minden jónak egyszer vége van, az pedig ott van fönt. Hú, még itt kell egy kicsikét mónikázni, és akkor utána már mehetünk is nyugodtan tovább, ha nem lesz ilyen emelkedős. Tehát ebből a 14 kilométerből, amennyit a táblán olvastunk, még hátra van körülbelül 13, ha jöttem 1 kilométert azóta. Hát így haladunk. Ha elfáradtatok, nyugodtan üljetek le, vagy a fotelba, vagy az ágy szélére, vagy el is dőlhettek egy kicsit. Én addig megyek, amíg pihentek. Jó lenne, valaki hozna nekem inni. Egy fél literes alkoholmentes is jó lenne, mert én alkoholt nem szoktam inni. Na mindegy, így evezgetünk tovább. Még mindig erősen a vízből vonom ki az oxigént, és itt velünk szemben, hát ugye, hogy a meredekebb emelkedőn kell fölfelé menni, óvatosba. Ej, a kutya fülét! Na mindegy. Sajnos a formám az nem a régi. Ez a téli semmittevés, ez betette a kaput. Nem baj, most muszáj egyenesbe hozni magunkat. Nehogy itt szégyen szemre még megszóljon valaki, hogy nézd már. Ez az ember csak panaszkodik. Holott nincs is nála a kamera, ami panaszonik. Na mindegy, még itt egy kicsit emelkedik, aztán egyenesben vagyunk. Most már egyenesbe jöttünk. Ennyi volt már a nagy emelkedő. Még lehet, hogy egy-kettő kisebb lesz, de azokkal már nem foglalkozunk. Most már csak azzal foglalkozunk, hogy sötétedés előtt visszaérjünk Regécre. Ugyanazon az úton fogok visszamenni, amelyiken a múltkor mentem, amikor is a Hemzső kőn voltam. Lehet, hogy olyan sok felvételt már onnan nem fogok készíteni, majd meglátom. Hú, na, itt kell figyelni a jelzést, mert nem mindig festődött ki. Úgy látom, ezek frissek ezek a jelzések, úgyhogy nagy bajunk nem lehet. Ha elnézünk, ott a képernyő közepén van egy kis kiemelkedés, szerintem az az Amadévár. Annak a tetején ettünk a konyhában, és a nappaliból néztünk szét. Most pedig még haladunk itt fönt. Nem sokára fölérünk ennek a hegyvonulatnak a gerincére. Jobbra mellettünk a Gönci patak folyik. Hú, na. Kutya füle.
Meg a mágya. Lassan beérkezünk a fokozottan védett természeti területre. Itt ezeknek a csúcsoknak a környéke az. És úgy, ahogy a múltkor is láthattuk a bohórét, az meg még jobban fokozottan védett. És itt nem szemetelni, útról le nem térni. No motor, no bicikli. Semmit sem szabad, csak gyalogolni. Valahol ott a távolban van a reszelt bérc. Én oda most nem megyek föl, mert nincs kilátás onnan sajnos. Benőtte a fa kilátnivaló dolgokat, úgyhogy megyek tovább. Ugyanúgy nem fogok kimenni a hemzsőkőhöz, hemzsőbérchez sem, mert múltkor voltam. Sok minden nem változott. Valahol itt lesz egy, ja, ott is van a zöld háromszög. Valaki belecsatlakozik abba a zöld háromszög jelzésbe, akkor ki tud menni a reszelt bérc tetejére, ott megtalálhatja a kódot. Én nem megyek ki, kódot megtaláltam, többször is voltam a tetején, úgyhogy most az kimarad. Amúgy is ugyanazt látni onnan, mint innen, rengeteg fát. Na, hát itt vannak a zöld háromszög jelzések, és ki lehet menni. Jó lenne, ha ennek a reszelt bércnek a tetején lenne egy kilátó. És akkor szét lehetne nézegetni egy cseppet. Na de hát nincs. Haladunk tovább. Következő a hemzsőbérc lesz. De oda sem fogok kimenni, ahogy már említettem, hanem csak elmegyünk mellette. Onnan már ismerős lesz a terep, mert múltkori videóban készítettem felvételeket. Meg is érkeztünk ide a másik zöld háromszög jelzéshez, amin ki tudunk jutni Hemzsőbércre, Zemplén 700-as csúcsai az is, és mehetünk is tovább. Mellettünk egy szóró található, de nem adásszóró, hanem egy vadászszóró. És távolban ott is ott van a vadászles. Biztos eltalálják a vadakat. Na! Hát így evezgetünk óvatosba. Annyi változás van a múltkori videóhoz képest, hogy már nincs hó. Már nincs hó, egy szem sem elolvadt. Hála Istennek, most már jöhet a tavasz. És meg is mutatom én ezt a szórót. Messze Mississippi, messze ide London, de itt a zöld jelzésen mégiscsak azt mondom, Európa öreg, Amerika új, de a rock'n'rollban mindegy követ fúj. Megültem itt egy kicsikét egy szimpatikus sziklán, hogy némi étcsokoládét elfogyasszak. Épp azon gondolkodtam, hogy reggel 8:30-tól én le nem ültem. Sőt, még a várban is állva ettem, ahogy a lovak szoktak, és 60-asnál ücsörögtem le körülbelül 2 percet, úgyhogy ideje volt, hogy egy kicsikét leüljek. És aki nem az arcomra kíváncsi, az nyugodtan gyönyörködjön a tájban. Ez volt az a szimpatikus kő, amin elfogyasztottam a maradék dupla csokisomat, egy irigységtől sárga almát, és folytatom tovább az utam ebbe az irányba. Megérkeztünk ide egy kereszteződésbe. Múltkor is itt kapcsoltam be a kamerát, itt említettem meg. Köszönjük szépen a jelzésfestőknek a munkáját, hogy felfestették ezeket a jelzéseket. Tehát egy kicsikét eljövök erre, mert tervbe van véve, hogy itt az egyik videóban majd ezen az úton fogok én tovább haladni, lefelé a Bíróhegy irányába. Úgy látom, arra jelzés nincs egy darab sem. A térkép valami jelzésfélét jelöl, egy zöld keresztet, de én azt nem látom itt fölfestve. Na nem baj, nem is az a lényeg, hanem az, hogy megyünk tovább. Én itt nem fogok fölmenni a Bohóhegyre, mert kedvem semmi. Most nem, hanem megyek itt egyenesen tovább, a Bohóréten keresztül. Láthatjuk, itt van előttünk a Bohórét,
Múltkor már megmutattam, hogy miket nem szabad, hát elég sok mindent nem szabad itt csinálni. De mi nem fogunk letérni az útról, azt szabad. Na nézzük. De fú, ez a szél, de jól teszi. Elfújja a stabilizátort. Na mindegy, megyek így tovább, majd valahol később bekapcsolom a kamerát, hát most ez használhatatlan, ez a stabilizátor, össze-vissza fog mozogni a kép. Magas fák alatt, hol a forrás, nagyon kék, ott van a gyertyános forrás, oda nem megyek le, vizéből úgysem lehet inni, sok látnivaló nincs. Gondolom még koszos az asztal, múltkor még az volt, megyek tovább, óvatosan. Na, hogy né. Lassan megérkezünk majd a zöld jelzésre, mert most már becsatlakoztunk a zöld körjelzésbe, vagy zöld pötty jelzésbe, ami a forrást jelöli. Úgyhogy már itt kicsit sűrű után már jön a zöld jelzés, és megyünk át a kapun, az erdőirtáson, következik Bekecskert, utána pedig Dorgó, és a kéken leereszkedünk Regécre. A Bohóhegy abba az irányba van, pont itt kell leágazni, vagyis itt kell elhagyni ezt a jófajta erdészeti utat. Tehát aki szeretne elmenni a Bohóhegyre, itt a fák között megteheti. Mi pedig, lassacskán megfordulva, megyünk is tovább, és irány Bekecskert. Múltkor nem jutott eszembe a Bekecs hegy melletti hegy neve, az pedig a kerékkötő, Zemplén 700-as csúcsai. Úgyhogy az is fölkereshető. Láthatjuk, hogy itt még van egy kis hó. Ez pont jó, mert a bakancsról lehozza a sarat. Jaj, a szél is elfúj minket, semmi baj. Na ilyen szeles idő lett délutánra. Megérkeztünk erre az erdőirtásos területre, amit már említettem pár perccel ezelőtt. Jó ez a hely, csak egy baj van vele, nagyon sáros. Elolvadt az a nagy hó, maradt a sár. Nem száradt ki, úgyhogy most egy kis dagasztás következik. Készülünk a Népek tavasza teljesítmény túrára, ahol szerintem ez éven is inkább a sár lesz az úr. Na ott szemben Dorgó található, és egész távol pedig a Nagy Bekecs. Ott fogunk leereszkedni majd Regécre. Jön a tavasz erősbe, ahogy mutatja a mellékelt ábra is, és tavasszal lehet menni a kertbe, kerti munkákat elkezdeni. Mi is így vagyunk most itt az Zemplénben, megérkeztünk a Bekecskertbe. Először majd összegerebézzük a gazt, aztán valamit fogunk még csinálni. Hagymát eldugdossuk, veteményezünk, stb. Na nézzük csak. Szerintem minden még egy aóra,
rögét, hát azt majd valahogy leküzdjük. Ez a szél össze-vissza fújja a stabilizátorovit. Na mindegy. Hopp. Bekecskert. Na megérkeztünk. Hát itt jobbra. Ide fogjuk vetni a borsót, középre a hagymát, a szélére pedig a burgonyát. Na nézzük csak. Regécz 4 km, 105 ó. Hát egy jó órás séta vár ránk. Óvatosba. Na majd folytatjuk jövő héten a kerti munkát. Ahogy láthatjuk, az olvadás megtette a hatását. Elég jó sáros itt az út. Ajaj, erről beszéltem én a múltkor. Na, ide ki is jövünk egy kicsikét. Húha, ezt nézzük meg. Azért itt már jobban adja neki. Hol van? Itt, né? Itt folyik végig a víz. Az olvadt hólé. És a dorgói erdészlak, szerintem az valamerre itt található, hogy pontosan hol, azt nem tudom, már legénykoromban jártam itt egyszer Jocó barátommal, de már akkor is elég romos volt. Annak körülbelül van olyan 20 éve. Valahol arra felé van, ha jól emlékszem. De ha nem, az sem baj, majd legközelebb megkeressük. Most pedig haladunk tovább a kékjelzésen. Érdekes, a múltkor még itt bokáig süllyedtem ebben a hóban, most pedig össze van állva rendesen. De alatta folyik a víz, hallani. Na mindegy. Azt hittem, hogy ezt a havas túrázást már megúszom, de nem. Nem baj. Legalább a bakancsot megmossuk. Itt láthatjuk a Zempléni gleccsert, ahogy olvad. Hát igen, ez a klímaváltozás megteszi a hatását itt is. Csodák csodájára megérkeztünk ide, abba a kereszteződésbe, ahol el lehet menni Nagybekecs és kerékkötő kő felé. Az abba az irányba van. Múltkor nem tudtam azt, hogy kerékkötő. Most már tudom, és ha elfordulunk erre, mert már itt vagyunk az országos kékjelzésen, ott fönt meglátjuk a dorgót. Az is Zemplén 700-as csúcsai igazolóhely, oda is föl lehet menni, mi pedig ereszkedünk lefelé Regécz irányába. Még olyan 3,5 km van hátra. De hogy hátra, hát előre. És akkor úgy valahogy majd lassan záródik a túra. Olyan szomjas vagyok, hogy ilyen talán már nem is tudom mikor voltam. Vizem az nem sok, talán még egy korty, és hogyha kicsavarom a fémkulacsom, akkor talán még egy korty található benne. De valaki hozzon már inni. Legyen szíves, jó lesz lónyál, víz vagy valami más is. Na mindegy, így megyünk. Nem oda dorgóra, hanem lefelé a kékjelzésen. Lejöttünk ebbe a vízmosásszerű útba. Ez elég kalandos. Nincs összeszedve a fa, nincs összegerebézve a falevél. Ezért is jó ez az Zemplén, nem olyan mű. Nem azt mondom, hogy a Bükk-hegységben a turista utak olyan mű turista utak, de valahogy itt az Zemplénben én úgy érzem, hogy ezek a vadregényesebbek. Nem jár annyi ember, mondjuk éppen most hétközben találkoztam 3 turistával, de annak idején megmondhatja Jocó barátom is, hogy sokat járkáltunk erre is, szinte senkivel nem találkoztunk. Ez a túrázás, gyalogtúrázás egy jó pár éve kezdett el divatba jönni úgy Isten igazából. Én már 1991-től nyomom az ipart, hát jártam egy jó párszor, itt is, ott is, amott is, főleg itt az Zemplénben. Hát nem sok emberrel találkoztam úgy pályafutásom során, kivéve az elmúlt, mondom, olyan 10 év körülbelül. Volt, amikor Jocóval mentünk ott Amadélvárom felé, ahol most is mentünk, combig érő hóban,
és akkor találkoztunk turistákkal, gyalogtúrázókkal, de nyáron nem találkoztunk senkivel. És ez elég népszerű kezd lenni ez a gyalogtúrázás. Lépések múlva megérkezünk a Torintás rétre. Ezt a helyet nevezik itt Torintásnak. Hogy mitől Torintás, azt meg nem mondom. Na, aki itt egyenesen tovább megy és talál egy jófajta erdészeti utat, az eljuthat ahhoz az aranybányához, amit a múltkorában akartunk megkeresni. De most itt tovább haladunk és megkeressük az országos kék túra jelzését. Itt is van, és azon fogunk leereszkedni Regécre. Hát ugyanazt az utat teszem meg, mint a hemzsőköves videóban. Nincs más. A Zöldön akartam lemenni, ott a kavicsbánya rétnél, de nincs vizem. Aztán eléggé szomjas vagyok. De nem is az, Regécen sem tudok vásárolni mondjuk egy sert vagy valamit magamnak. A közkút be van csukva. Elzárták a közkutat, el ne fagyjon, úgyhogy nem marad más, mint az ablakmosóból kiinni az ablakmosó folyadékot. Legalább annak van egy kis színe. Lassacskán megérkezünk Kemencekőhöz, addig mutatom így a körülötte lévő sziklákat, amíg nem nőnek ki a falevelek, és itt is vagyunk nem sokára. Ez már a túrának a vége, annyiból jó, hogy itt nincs sár. Leereszkedünk a kis szurdokvölgyben, és majd legközelebb a patak partján fogjuk összesározni magunkat. De nem baj, nem az a lényeg, hát meg lehet mosni a bakancsot. Én ebből nem csinálok sohasem problémát. Na, nézzük csak. Itt előttünk is látni azt a jófajta képződményt, úgy, ahogy itt mellettünk is. És ugyanaz a laskakő, soros laskakő, én már csak így hívom, mert ezekben is ugyanúgy látni a sorokat, mint az abaúi soros laskában. Tényleg azt lenne jó hozni egyszer, és akkor meg is tudnám mutatni. Jaj! Úgy fáj a bal lábamnak a külső széle, mint régebben. Hát nem tudom, mi van, és hogy mitől. Na, itt a Kemencekő, mindjárt megnézzük így óvatosba. Ennyi. És már haladunk lefelé a patakhoz. Itt van ez a becsavarodott fa. Hát igen, nem nagyon bírta a magányt, és nem is olyan vagány. Kicsit így becsavarodott. Na mindegy. Én nem csavarodtam be, egész nap egyedül voltam a nagy magányomban. De jó volt ez a túra most. Azt érzem, hogy nincs kedvem hazamenni, hanem úgy. Nem is mennék tovább, hanem úgy valahol letáboroznék, elővennék egy babkonzervet, megmelegíteném, megenném, innék vizet, ugye, ami most nincs nekem, hallgatnék egy kis rádiót, vagy egy kis zenét, és lassacskán úgy álomba szenderülnék. Ezeket a farakásokat egy Ctrl-X-el kivágni, és egy Ctrl-V-vel otthon az udvarra beilleszteni, az lenne a jó. Na, megérkezünk lassacskán ide Regécre, véget ér a mai túra, amit mondtam, hogy sajnálom. Jó lett volna még egy kicsikét túrázni, de nem baj, edzésnek ez is jó volt. Ilyen szép, nagyon-nagyon koratavaszi túrának mondható. Itt megpróbáljuk kikerülni ezt a sáros patakot, ez mindenhol folyik a patak. Nem, nehogy belemenjen valaki, összejárkálja otthon a szőnyeget. Ki fog kapni. Na,
evezzünk tovább így. Így. Rendesek voltak, hogy meghagyták ezt a fát itt. Rajta van a kék túrajelzés. Kék jelzés, hát könnyen lehet tájékozódni. Nem, mint hogyha itt el lehetne tévedni, mert jól ki van festve itt a kék jelzés. Nagyon is jó. Na mindegy, majd lesz valami. Nem sokára faluban érünk. Beülünk az autóba, értékelünk, és evezünk haza. Autóból már nem készítek felvételeket, se idefelé, se visszafelé, mert nehogy ám valahol az árokba kössek ki, amíg a kamerára figyelek, vagy valami más megoldást kell kitalálni erre. Hát kipróbáltam egy monopodot, betettem az üléshez, oda rögzítettem, és úgy jó volt. A hegyvidéki falvak elengedhetetlen kelléke az óaz, ahogy itt is látjuk. Hát igen, ez a szerkezet, ez elmegy mindenhol. És még milyen jó illata van. Itt kezdtük reggel, hát végezzük is itt a mai túránkat. Sikerült ezt a túrát is végigjárnunk szerencsésen, hála Istennek, hogy semmi bajunk nem történt. Nem ökleltek fel minket a vadállatok. Találkoztam bagollyal, szarvassal, még több szarvassal, utána pedig még kettő őzzel. Na, lényeg a lényeg, ez egy nagyon szép túra volt, nagyon jó túra volt. Egy gerinc túrának elnevezhető nyugodtan. A távolság az körülbelül 25 km, és ha jól emlékszem, a szintemelkedés az a 890 méter körül van. Talán. Na mindegy, de úgyis odaírom majd a videó alá a távolságot, amit a számítógépen, a térképen megmérek, és a magasság, és a szintkülönbséget is. Az útvonalam Regéc, utána a piros jelzésre rácsatlakozva fölmentem egészen Fehérkút irányába. A Nagyszárkő lábánál mentem, elérkeztem a jeges helyre, utána megérkeztem Lapuhasra, utána tovább mentem Fehérkút irányába, de ahogy az aszfaltos út kezdődne, és Medvemarásra is lemennék, én ott nem mentem le, hanem a vadetetőnél, szigorú jobb kettővel elindultam Tégláskő irányába. A videóban rosszul mondtam, hogy Cicésrétnél fogok menni, hát nem ott mentem, hanem Tégláskő mögött lévő fenyvesen vágtattam keresztül egészen az Amadé vár romig. Ott megebédeltünk a konyhában, szétnéztünk a nappaliban, utána pedig leereszkedtünk a völgybe, a piros jelzést elhagytuk, és majdnem Potácsháznál bekapcsolódtunk a zöld négyzetjelzésbe, a 60-asi úton megközelítettük a 60-as nyerget, onnan fölmentünk a zöld jelzésen a Reszelt bércre, következett a Hemzső bérc, aztán a Bohó réten keresztül a Gyertyán kutat érintve megérkeztünk Bekecskerthez. Onnan Dorgó mellett haladva a kékjelzésen leereszkedtünk Kemencekőnél tartva egy kis pihenőt egészen a patak mellett ide Regécre, ahol véget ért a mai túránk. Hát így röviden ennyi volt az egész, amit fogyasztottam ma. Egy újnyi széles szalonacsík, 2 dupla csokis rút, 2 ilyen zapszeletszerűség, 1 fél tábla csokoládé, 1,7 liter víz. Sajnos vízem az kifogyott teljesen, itt néztem a közkutat, nem tudok inni, úgyhogy ablakmosóból kiittam a vizet. Elég rossz íze volt, de iható azért. Na, hát így röviden, annyi. Jaj, meg még 2 irigységes almát is ettem. Hát így haladok tovább, és majd találkozunk valahol valamikor, az Isten áldjon meg mindenkit minden jóval. Na, majd találkozunk valahol valamikor. Csákány. Ja, és köszönöm, hogy végignéztétek és jöttetek velem.